Nos, az előző videóban említettem, hogy a render idő Sony Vegasban háromszorosa a konkrét videónak a hosszúságához képest. Rájöttem miért? Azért, mert a projekt fájlon belül a projekt beállításnál 32 bitesre full range-re állítottam a pixel formátot, és most visszaállítottam 8 bitre, 30%-kal gyorsabb, több mint 30%-kal gyorsabb a renderelés, úgyhogy ez komoly előrelépés. Pontosabban visszalépés, mert eredetileg 8 bitesre van állítva alapból ugye a project file. Én is nagyon sokáig úgy használtam a Sony Vegas-t, és aztán így nézelődtem, hogy 32 bites. Hát ugye az ahhoz kell, hogy a full range, tehát hogy a szín világa 100%-os legyen a videónak, tehát a leginkább megőrizze az eredeti színeket, de egyébként nincs olyan nagy különbség, hogyha 8 bitesben használod, úgyhogy csak annyi, hogy sokkal gyorsabb a renderelés. Úgyhogy ennyit erről. Fú, nem bírom ezt a hőséget, gyerekek. 38 fok meleg van. Itt a szobában szerintem minimum 40. Itt legalább egy 2-3 fokkal mindig melegebb szokott lenni. Már várom, hogy vége legyen a nyárnak egyébként. Ez a rohasztó meleget, hőséget nem bírom. A szexi testem nem bírja. Elmerodjanást is okoz. Én ezt nem értem. Megosztottam az Oscar Doom című videómat, és tegnap lett megosztva, és még mindig csak 142 megtekintés. Ha mi történik itt? Nem érdekel titeket a Doom című játék? Pedig ez nem is sima Doom, ez Oscar Doom.